köszönjük. Hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan jöttek és megnézték ezt a filmet. Egy idézettel gondoltam kezdeni, ugye a régiek azt mondták, hogy navigare necesse est, ugye ez egy másik terület, de ránk is érvényes, ugye hajózni kell, tehát filmet is kell mindig csinálni, hát mi megpróbáltuk, nagyon kevésből és nagyon egyszerű körülmények között, de hát örülök, hogy nekifogtunk, és köszönöm szépen a stábnak, köszönöm szépen a barátaimnak, akik részt vettek a filmben, és vállalták a véleményüket. Akkor, amikor tavaly tavasszal ezt forgattuk, akkor talán nem gondoltunk még arra, hogy ez egy milyen, hogy mondjam, korszakváltás jelző film is lesz egyben, ugye, mert ahogy a főcím is mutatta, ez állami támogatás nélkül készült el az a film, és ezek után most a közeljövőben úgy érzem, hogy ha ez egyáltalán lesznek filmek, akkor lesz sok, ami így fog készülni, de hát szerintem mindig kell csinálnom filmet, és akkor lassan befejezve még egy másik idézetet mondanék, amit egy fiatal kollégától hallottam, mert nyilván ő is ezt valahonnan mástól hallotta, aki azt mondta, hogy ha egy festőnek nincsen pénze festékre, akkor fessen vérrel. Na most ez ránk is szerintem érvényes, ha bár szerencsére itt nem folyt vér, sőt én a végső konklúzióját ennek a filmnek abban látom, hogy azon túl, hogy végül is egy pillanatképet adott rólunk, és erről az országról, és erről a körről, amiben mi mozgunk, és ez egy érdekes pillanat volt, és ez egy érdekes kép, amit ők itt megfogalmaztak, de ugyanakkor a lényeg a dolognak talán az, hogy akkor is lehet barátságosan és értelmesen beszélgetni, hogyha nagyon eltérőek a vélemények. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek.